Ja, nein, das ist so. Ja, ich muss ihn. Ich bin Na hát sziasztok! A mai videóban először is itt van velem Dóra. Sziasztok! Na! A Dóra az nekem soha nem volt a nevem, és utána azt, hogy mindenki azt hiszi, hogy Dóra vagyok. Végig Dóra. Ismét meg fogunk kóstolni nagyon sok édességet a kínaiból. Igazából most nem törekedtünk arra, hogy olyan dolgokat válogassunk össze, ami kifejezetten ázsiai snack, csak igazából egy kínai üzletben vásároltunk be hozzá, és nagyon sok ilyen extra dolog van itt, hogy ezeket fogjuk most végig kóstolgatni. Most az a különlegesség, hogy amúgy együtt válogattuk össze a cuccokat, szóval mind a kettőnk kívánságai itt vannak az asztalon, hát amennyire ezt egy asztalon. Többé, kevésbé. Ja, mert mit nem vettem meg, amit te akartam. Citromos mocsi. Igen, a Dóriakat egy citromos mocsit, de kifejezetten emlékeztem arra, hogy én már kóstoltam citromos mocsit, szóval azt most nem vettük meg sajnos. De ennyi áldozatot kellett hoznod. Júj, wasabi rice cracker. Ezzel lehet kezdeni? Igen, azt akartam kérdezni, mivel akarsz kezdeni? Én nagyon sóssal. Ja, nem, ezzel fogjuk kezdeni, ez a... Dóri, ezzel fogjuk kezdeni azért, hogy így... Egy kis szerencsesütivel megalapozzuk, ezt nem feltétlenül kell megenni, mert nem tudjuk, hogy milyen az íze, csak az érdekel, hogy mi az üzi benne. De megérhetem. Megérhetem. Jaj, ne, nekem szét van. Aj, tudod, mennyire jó érzés így széttörni. Aha. A legjobb? Úgy, de milyen hosszú. Ah, csak nincs rajta magyarul. Először el kell mondani, hogy mi van. Miért az orosz oldalát olvasod? A thrilling time awaits you. Szóval egy nagyon jó időszak vár rád. Ezt igaznak gondolod? Hát remélem, bár... Megmondom őszintén, nem tudom. Your ability to communicate with others will be a valuable asset. Ez mit jelent ez a szó? Egy ilyen jó... A készletedben egy ilyen jó kis skill, egy ilyen jó... Hozta! Ja, amúgy ez azt jelenti, hogy a képességem a másokkal való kommunikációra... Egy ilyen értékes tulajdonság. Oké. Okay. Amúgy ez nagyon jó. Imádom ezt a kekszet. De én jobbra számítottam. Mert kicsit ilyen mézesebb ízű szokott lenni, nem? Mindig ilyen. Amit én legutóbb ettem, az olyan mézesebb volt. Akkor, hogy megtudtuk a szerencsénket, kezdjük az, ami Dóri szereti. Igen. Én nekem ez nagyon tetszik. Én imádom az ilyen kicsit ilyen nyúlkaja-szerű rákcsákat. Nyúlkaja. De nem, nem olyan, mint tudod, ilyen hörcsögben nyúl, mert annyira, amikor ilyen sok... Ilyen hörcsögben nyúl. De amikor ilyen sok por van rajta, én ezt imádom. Igen, szóval ez egy rizskréker wasabi ízesítésben, és amúgy ilyen nagyon keménynek tűnik, szóval én azt hittem, hogy ez olyan lesz, mint a puffasztott rizs, de nem, mert ez ilyen tényleg nagyon-nagyon kemény. Szóval szerintem ez nem úgy van készítve, mint a puffasztott rizs, hanem ez ilyen sütve van. Aha. És por van rajta, ugye? Uh-huh. Nem az a kamu, amikor csak így rajta van. Nagyon jó. Erős lesz szerintem. Ha ez így felmegy az orrodba, az lesz ilyen. Igen, de én azt amúgy szeretem, mert én adrenalin. Szerintem ez isteni, mert pont az, amikor ilyen sok por van rajta, és nagyon ízes. Ez sokkal jobb, mint amire számítottam. Én azt hittem, hogy ez ilyen puffasztott rizs lesz, egy kis wasabi ízzel, de nem. Ez ilyen nagyon-nagyon ízes, és ilyen rendesen kemény ropogós. Igen. Ami meg szintén nagyon jó. Én ezt abszolút el tudom képzelni, így egy film mellé snackkelgetni, vagy ilyenek. Kell pontozni? Pont azt akartam mondani, hogy ez nekem akkor már egyből egy 9. Lehet mondanék egy 10-et, mert ezt imádtam a legjobban, a és igen. Pont olyan, amire számítottam. Jó, akkor mehetsz haza. Most jöhetek én, vagy még mindig uralkodni akarsz az videón felett? Nem sikerült túlzottan, szóval csináltsam. Folytassuk az, amire én a legkíváncsibb vagyok. Ez egy kókuszos tofifi. Szerintem már egy ideje megjelent, viszont én sehol nem találtam, szóval én sehol nem láttam. És most ebben a kínai üzletben volt. Én nagyon-nagyon szeretem mostanában az ilyen kókusz ízesítésű cuccokat. És a tofifit amúgy is gyerekkorom egyik legnagyobb kedvence. Komolyan? Aha, imádtam a jobban, mint a Raffaellót? Szerintem igen, de nem azért, mert hogy finomabb, mint a Raffaello, hanem azért, mert ezt tettem mind, vagy így ezt kértem mindig. Nekünk inkább a Raffaello volt, az ilyen nagymama, ami a nagymamánál mindig volt, típusú desszert. És ez igazából ugyanaz, mint a sima tofifi, csak kókuszkrém van benne, még több karamell helyett. Nem olyan jó, nem? Nekem ez nem. Akkor nagyon kamu. Ez a kókusz íz, ez ilyen... A legolcsóbb kókusz íz a világon. Ebben szerintem nincs is kókusz. Ez szerintem egy ilyen teljes krém, amiben raktak ilyen kókusz ízesítőt. Uh-huh. Nyomában se ér az eredeti. Nem. Az eredeti sokkal pedig én tényleg imádom a kókuszos dolgokat, de ebből az eredeti ezerszer finomabb.
Jó, de ettől függetlenül azért nem egy ilyen nagyon rossz dolog, csak a rendes toffifi az sokkal jobb. Szóval én egy ilyen 10-ből 6 pontot adok erre. 4. Na ez pedig az After Eight csoki, csak epres változatban. És erre mind a ketten azt mondtuk a boltban, hogy egyikünk számára sem azik túl jól. Ellenben nagyon kíváncsi vagyok rá. Abszolút én is. Csak ez nekem tényleg olyan, hogy ugye vannak a mentolos fokrémek, meg az epres fokrémek, és ugye az epres fokrém is általában kicsit mentolos, jó, nem? Jó, igen, lehet, szóval nekem pont nagyon lesz. Erre emlékszem. De amúgy én erről nem is tudtam, hogy létezik. Én sem. De én a sima After Eight-et amúgy imádom. Én is szeretem. Én jobban, mint mondjuk a Toffifit szerintem. Kis eper előíze van, de nekem nagyon fokrém, az epres fokrém. Én meg talán nem is annyira érzem az epret. Szerintem csak az elején egy picit, de aztán én sem. Nagyon elnyomja a mentol szerintem az epret. Nem. Ugyanúgy 4. Nekem ez nem annyira, nekem ez 3. Én menjünk akkor tovább egy sós vonalon. Ezt nagyon sok helyen láttam már, de én még nem kóstoltam, meg a Dóri is így felkiabált a boltba, hogy szarvasgombás chips! Úgyhogy... Nem már én felkiabáltam. Igen. Megint az ilyen olaszosan? Igen, ja, mert mondtam a Dórinak múltkor is, igen, hogy bubble tea-ztünk, és a Dóri ilyen üvöltve kérte ki a... De nem bunkón üvöltve, de hogy így úgy kérte ki a izéjét, hogy én azt a teát szeretném a... És így nagyon furcsa volt. De hát igen de átvetted az olaszot. Kimagyarázhatom magamat? Hogy ugye igen, én most Rómában élek, és ott ugye kb. Senki nem beszél angolul, és ezért mindig, hogyha valamit meg akarok értetni valakivel, akkor azt nagyon artikulálva, nagyon lassan szoktam, és általában el szoktam mondani 3-szor, hogy tuti ne roncsák el, mert annál nagyobb csalódás nincs, ha nem úgy csinálják, ahogy te kéred. Igen. És szerintem így nem realizáltam, hogy ezt így itthon annyira nem kell. És ezért ugyanez az ilyen, nem ingerült, csak olyan határozott. Igen, meg hát tényleg így a hangszínet hangos volt. Amúgy tökre sima chips színe van. Ez szarvasgombás. Szarvasgombás csiki chips. Szereted igen, a szarvasgombát? Nagyon, és a pizza, amiben ettél már azt a pizzát, amin a gombák vannak? Nem. Na, ha szereted, akkor azt meg kell kóstolni. Azon ilyen szarvasgombák krém van, és az isteni. Wow. Amit szemi jó. Nagyon jó. De nem érzed, hogy lehetne egy kicsit sósabb? Nem, az enyém, amit én bekaptam, az nagyon sós volt. De amit az íze, a szarvasgomba íze, az tök jó. Nagyon jön. Ez én nekem... Nagyon bejön. Ezt tudod, miben mártogatnám nagyon? Nem. Tejfölbe. Nem hangzik jól neked? De jól hangzik, de nem jut eszembe. Nem csak a szarvasgomba íze ízlik nagyon, hogy szarvasgomba ízű, hanem így a chipsnek a textúrája is nagyon jó. Ilyen nagyon ropogós, és nem jön ez az olajos íz, hanem ilyen nagyon száraz és ropogós, igen. És ez nagyon-nagyon jó. Hát ez király. Én mondok egy 8-at. Én is 8-at mondok. Ugye én úgy mondom ezt a 8-at, hogy én nagyon nem vagyok egy ilyen chipses figura, én mindig édességet nassolok, sosem sósat, de ez nekem is nagyon-nagyon bejön. Itt az Andris konkrétan győzködnöm kellett így percekig a boltban, hogy ezt hadd vegyük meg, mert szerintem ez egy tök különleges dolog a videóhoz, mert nagyon random. Nem akarta, de most így látom, hogy igazam lesz. Ez citromos gyömbéres rizs chips. Én csak azért nem akartam megvenni, mert hogy ezt a márkájú rizs chipset kb. Bárhol be lehet szerezni, és én nem is annyira ilyen szoktam... Ilyen ízt nem lehet kapni, ilyen ízt ezt nem... Ezt végigmondhatom! Ezt a márkájú rizs chipset nagyon sok helyen meg lehet venni. Mivel én nem annyira szoktam ilyen rizs chipset venni, én nem tudtam, hogy ezt az ízt nem lehet kapni bárhol. Tehát, hogy ez lenne az indokom. Amúgy lehet, hogy lehet, de én ilyet még nem láttam, és ha ezt meglátom a spárba legközelebb. Jó. Szóval gyömbéres, citromos rizs chips. Uh-huh. Illetve rá milyen volt? Olyan, mint egy sima rizs chips. Kapos semmit nem érzek. Nem, nagyon ízletlen. Ez konkrétan olyan, mint egy sima rizs... Jó, azért nem. Én kicsit azt hiszem, hogy savanyú. Az elején. De a gyömbért azt egyáltalán nem. Hát, ez egy se édes, se sós. Aha. Nem, tényleg ízletlen. Na jó, lehet igazad volt azzal kapcsolatban. Hát nem, mert amúgy ki kellett próbálni, de ne, ez nem jó. Nekem ez konkrétan egy. Uh-huh. Egy. Olyan, mint hogyha vennél egy zacskó sima rizspuffit, ilyen vékonyra szelve, és azt tennél. Én tényleg semmit nem érzem. Meg jó, hogyha úgy raknák ezt elém, hogy kijöntik egy tálba, és nem mondják meg, hogy milyen ízű, akkor szerintem addig üthetnek, én akkor sem jövök rá, hogy ez milyen ízű. Igen, igen. Ó, akkor jön a testvére. Ez egy fehér és barna cukor ízű rizs chips. Nyilvánvalóan egy édes ízre számítunk, és ez valószínűleg éles lesz, de ennek remélem, hogy lesz íze.
Édes kevés az a por, amit ráraknak. Nagyon. De kóstoltál már más ízeit ennek a márkának? Uh-huh. Mert szerintem vannak tök jó. Igen. Ugyanúgy én nem érzek semmit kb. A fahéj nagyon minimális ízét lehet érezni, de azon kívül semmi. Igen. Meg szóval nem tudja eldönteni, hogy sós akar lenni, vagy édes, igen, ez inkább semleges. Igen, semleges, igen. Nem, ez nem jó. Ezzel még valamit kell csinálni, de mondom, szerintem dupla ennyi por, vagy tripla ennyi por is jó lenne. Igen. Egy. Másfél. Szerintem ez valamivel jobb volt, mint a gyömbéres verzió. Na jó, készen lesz a bimbózót challenge-re? Igen, ez is a Dóri kívánsága volt. Sziasztok 2013-ban. Meg fogjuk csinálni a bimbázzel challenge-et így a videó közepén. Ugyanis Dóri még nem evett bimbázzöld cuccokat. Szóval most... Nagyon izgalomban jöttem. Én is izgatott vagyok. De készülj fel, hogy ezek tényleg durvák lesznek. Szóval ez most egy bimbázzöld challenge videó is egyben. Én soha nem tudtam, hogy az emberek, akiket anno 2012-ben lehetett látni, tényleg öklendeztek konkrétan. Igen. Ez azért nagyon jó, mert ez olyan kiadás, amiben vannak újak. Szóval, hogy van, amit még én sem kóstoltam. Mert te olyan sokszor próbáltad már ezt? Szerintem ilyen háromszor. Komolyan? Hát igen, hát így a gimiben, így viccből. És akkor így kipróbáltatok egyszer, és ez annyira mókás volt, hogy kipróbáltatok még egyszer? Most így olyan vagy, mint akinek soha nem voltak barátai, és így kérdezett, hogy milyen volt, amikor voltak. Hogy milyen egy olyan ember, akinek voltak. Igen, de több emberrel is ki tudtam próbálni, szóval nekem több barátom is. Ja, ez így nem meg se fordultak. Várja, mondj egy számot, és azzal az ízzel fogjuk kezdeni. Oké, 9. Jó, ez egy lightos. Toothpaste vagy berry blue. Tehát, hogy áfonya vagy fogkrém. Aha, jó. És ez annyira ízgű. Akkor két ilyen világos kéket feltételezem. Ezt azért. Áfonya. Szerintem nekem is. Jó, akkor egy fogkrémre esetleg. Áfonya. Fogkrém. Ja, nem, ez fogkrém. De amúgy én szeretem ennek a fogkrémnek az ízét. Igen, ez egyáltalán nem rossz. Ez jobb, mint az áfonya. És én reménykedem, hogy fogkrém. Én beteg agyú ember vagyok. Ezt mindegyiknél eljátszunk. Ó, remélem fika. Van olyan. Folytassuk azzal. Folytassuk azzal. Vagy juicy körte, vagy fika. Ez körte is nagyon jó. Nekem is sem körte, mert ez nagyon fröncsi. Nagyon. Jó, akkor esetleg még egy lehetőség. De itt a rossz ízek tényleg nagyon rosszak. Nem tudom elképzelni. Jó. Azért sírnak. Fúj. Én nem lehet, azt mondom, nem csinálom. Körte? Ez nem megint körte? Hát lehet. Kérd a másikat. Vagy bár lehet, hogy nem. Vagy lehet, hogy nem az utolsó. De köcsög, hogy... De te tudtad, hogy ez nem körte. Fúj! Pont akkor jöttem rá, amikor már vetted be. És hogy tetted, hogy te vetted ezt össze a körtével, amikor ez undorító? De az előíze az még ilyen édes volt. Igen, mert ez tényleg később derül ki. Vagy máj és hagyma, vagy cappuccino. És ez nyilván a barna. De ebben gondolom nincs igazi. Hát biztos, mert ízé sincs benne fika. Jó, szóval jó, jó, ez csak a szót létszi, nem mond ki többet. Ez nekem cappuccino. Ja, nekem is. Ú, nyami, máj! Jó, ja, igen. Cappuccino? Igen. Egy máj. Ez megint cappuccino nekem. Fúj, nekem hagymás máj. És ez tőle gondolom! Olyan? Úristen, tudod miért, mint az a leves, amit tudod, az a kocka, amit a levesbe rak, leves kocka. De hogy ez ilyen megehet? Hogy ilyen finom? Nem, de nem fogok kihányni. Kóstold meg. Nekem olyan, mint a leves kocka. De nekem megint cappuccino. Akkor ott van még. Hát de mit üvölted? Fúj, azért így az utóíze azért nem annyi. Fúj, Dóri, én ezt abszolút nem értem, hogy te hogy bírtad. Újja! De ez nagyon-nagyon rossz, pláne édes lesz szerintem ez szörnyű. Nem, tényleg nem jó. Amúgy szerintem a hagymás mellett, de nem ilyen édes cukorkával keverve. Mm. Fú, benne van a fogamba. Következő, ez hányás vagy barack? Ez egy nagyon ultimate íz, szóval ez a... De itt ennek a hányásnak az íze konkrétan az emlékeinkben tisztán megvan, hogy milyen ízű, mert annyira borzasztó volt. Igen. Mm-hmm. Okay. Szóval hányás vagy barack? Mm-hmm. A
szóval barack ha csak nem alakul át hányással. A enyém az hányás. És már érzed, hogy hányás? Az old bandage az azt jelenti, hogy ilyen kötő. Szerintem ilyen tapaszt. Mit jelent a old bandage? Tudom, ilyen kennyes, meg ilyenek. Új. Nem? És ez és mi a jó? És a jó pedig gránátalma. Nézzük. Nekem szám old bandage. Igen. Jó, ez nekem, nagyon rossz. Igen? Nekem gránátalma. Gráni lecsű? De lehet csak azért, mert tudom, hogy az. Magamtól ezt is soha nem gondoltam volna. De szeretnék egy gránátalmát. Nekem megint gránátalma volt. Betadin amúgy. Betadin ízű. Nagyon. Én ezt amúgy szeretem. A következő az koszos mosogató víz. Vagy birthday cake. Kostos mosogató víz, az nem tudom mennyire borzalmas. Hát attól függ, mi ázik benne, mennyi jó, ideje. Jó, igaz. Igen, az mosogató víz. Mert ilyen tisztítószer íze van. Nekem birthday cake, de nem jó. Biztos, hogy nem mosogató? Nem birthday cake, mert nagyon édes, de nem finom. De amúgy szerintem eskü nem rossz. Nem? Nem rossz? Nem. De milyen tisztítószer ízű? Amilyen illata van a tisztítószernek. Ez az. Ez jobb, mint a bőrszékék. Na jó, ez tényleg az egyik legborzasztóbb. Rohadt tojás, vagy vajas popcorn. Jó, na ettől nagyon félés. Igen. A betört popcorn is rosszul hangzik. Nekem az jól hangzik. Ez borzalmas. Nagyon. Ez borzalmas. Ez, borzalmas. Ez vagy koszos zokni, vagy tutti frutti. Jó. Tutti frutti! Ez nagyon-nagyon undorító lesz. Ez vagy ugye ilyen megsütött marshmallow, vagy a büdös bogár. És nagyon sokszor jut eszembe, hogy milyen lehet beleharapni egy poloskába, és ezt nagyon-nagyon-nagyon nem szeretném megtapasztalni. Mert már a szaga is annyira intenzív. Jó, az enyém az szerintem marshmallow biztos. Nem! Úristen, de rossz! Tényleg olyan íze van, mint amilyen szaga a poloskának, amikor lecsaptok egy poloskát, és az egész szoba poloska szagú. De azt a rohadt. Ez a tipikus, amikor olyan íze van, és honnan tudod, mert kóstoltad? Ez tipikus, az, hogy... Igen, igen. Úgy képzeled el, igen. Igen. Ez szörny, ez kiakasztóan rossz volt. Jaj, ne! Még? De ez neked tetszeni fog, de én utálni fogom. Ez a vagy halott hal. Mi az, hogy ez tetszeni fog? Azért, mert szeretem a halat? De szerintem ez olyan lesz, mint az a halszag, tudod, az a borzalmas halszag. Hát de amúgy sem élvezted a halat, úgyhogy... Döglött hal, vagy strawberry banana smoothie, vagy eper banános smoothie, és ez nagyon jól hangzik nekem. Kérlek, nem. Eper. Durrat. De én alapból tudom a hal ízét. Olyan, mint amikor a halpiacon sétálsz, olyan szagabban. Nagyon jó, hogy nem rágtam tovább. Akkor ez lett volna 2022-ben a Bean Buzzard Challenge! Dori és Andris! Mindenketten nagyon-nagyon szeretjük az ilyen szuper savanyú ízeket, és ez egy olyan jelly bean, ami ilyen szuper savanyú, szóval ilyen extrém savanyú ízű. Csináljunk olyat, hogy mondjuk 2-3-at beveszünk, hogy így... Hogy ez is egy ilyen challenge legyen? Hát, hogy tényleg szuper és savanyú. És az egészet a számba öntem. Ez jó savanyú. Igen, de finom. Ezt én szeretem. 7. Ó, tényleg pont. 7. Ja. Én vagyok a kopi. Hát te vagy. Ez nem változtat ezen. De Dóri, úgy képzeljétek el, hogy konkrétan mindenben. Máshol. És ezt most miattad fogjuk megkóstolni. Ez egy kiwi és ananász ízű mocsi. Én alapvetően nem rajongok a mocsiért, de Dóri mondta, hogy ő igen. Szerintem az a jó mocsiban, hogy olyan annyira mókás, ruganyos állaga van. Az állag miatt eszed, nem de az állag jó, miatt. Viszont az íze nekem nem ad annyit, hogy most az állaga is. Érted? Hát nem egy ízorgia, de szerintem annyira mókás az állaga. Nem tudom. Elfelezünk egyet, mert én úgyse akarom fogadni egy egészet. De neked is adom ezt az egész dobozt, csak hogy ja, én hadd ne egyek meg egy egészet. Na ezt nézzétek. Thumbnail! Jaj. Mi van? Mi az a tetején? Amúgy, ja, az liszt.
De amúgy ebben tényleg van valami nagyon furcsa fűszer. Amúgy sem szeretem annyira a mocsit, de ez még azok között is ilyen rossz. Megmondom őszintén, hogy ez nekem sem jön be, mert van, mint ilyen mint egy kör is lenne. Neked viszont meg kell enned most egyben, 6 darabot. Ez így meg kell. És milyen vicces. Itt helyben? Igen, ültetben? Ez a mocsi challenge. De Dóri, ez most nem vicc. Most így a mocsi mutasd challenge. Egy mocsi challenge-et. Most ez, hát én egy ilyen újító youtuber vagyok, te ilyen. Trendsetter. Igen, trendsetter, ez lesz a mocsi challenge. És ezt külön most... kivágom a videóból, és ráteszem külön, hogy mocsi challenge. Na. Nem szeretném. Mocsi challenge! Mocsi challenge! Úristen, ez a legrosszabb, amikor nem akarsz valamit, de az egész osztály elkezdi. Nem, kiállok magamért, és nem fogok mocsi challenge-et csinálni. Bocs. Barát. Nekem ez volt az egyik, amit a legjobban vártam amúgy. Tudom. Mert, tiszta vagyok, mert ebben sós perec darabok vannak, és amúgy ez egy csoki, és szerintem ez isteni lesz, szóval én ezt imádni fogom. Ez egy ilyen nagyon vaskos csoki. Úgy néz ki, mint az egész magyaros csoki. Konkrétan tele van ilyen perec darabokkal. Jú, ez nagyon-nagyon finom lesz szerintem. Jú, ez nagyon jó. A csoki a sós dolgokkal vagy annyira jó, ez isteni. Uh-huh. Ezt vidd el, mert ezt megeszem így egybe. Nekem ez egy 10. 10 pont, egyetemen 10 pont, nagyon-nagyon finom. Ez egy yucca nevű növény, snack változat, ez egy ilyen fa. Hiszem olyasmi, mint a krumpli, csak ilyen törzs. Szerintem ez nekem nem fog ízleni. És amúgy nincs is leírva, hogy milyen ízű. Amúgy ja, az van, hogy manióka chips. Viszont maga a chips az jó lenne, de nincs íze. Nem jó, az a nagyon crunchy állat? Az jó, de valami mellékíz van. Meg úgy látom, hogy ez egy fa. De ez nem egy fa. De. Ez olyasmi, mint a krumpli. De a maniók az egy gyökér. Igen, de szerintem ilyen Dél-Amerikában ezt ilyen kb. Édes krumpli helyett fogyasztják, vagy krumpli helyett. Igen, amúgy lehet, hogy a sósabb lenne, akkor sokkal jobb lenne. Sokkal igen, amúgy nincs annyira vele problémám mégse. Nem, én egy 6-os. Én egy 5-öt inkább. Mert mennyire megagig a crunchy? Tényleg nagyon crunchy, de van egy keserényes íz a végén. Sweet potato snack. Édes burgonya snack, ennyi van ráírva. Szedem magamra. Szerintem amúgy ez egy koreai cucc. Így a csomagolást tekintve. Jó, ez ilyen cukrozott. Ó. Ez nekem ilyenkor mindig csalódás, amikor sósra számítok és édes, de ami nem rossz. Szerintem finom. De soha nem venném újra. 6. 4. Ez nem csak egy mezei kombucsa. Rámagyarázod amúgy, hogy mi ez? Pont én meg téged akartam. Tényleg? De te jobban? Dori, te otthon telepíteni akartál kombucsát, nem? Én csináltam. Na, hát akkor mi az, hogy nem tudod? Én meg soha nem kóstoltam. Jó. Akkor mégis tényleg én tudom jobban kezdeni. Igen, ez valami gombaspúra, nem? Igen, tehát az a lényeg, hogy vízzel össze kell keverni egy gombaspúrát, és akkor ez egy ilyen természetes buborékos lé, ami nem csak hogy kicsit így betudható, mint egy üdítő, de még egészséges is elvileg. Uh-huh. És én egyszer csináltam, de az nem volt finom, mert az ilyen ízesítetlen volt, szóval meg kicsit emlékszem. Azért furcsa. Koriander és uborka ízű. Én gyűlölöm a koriandert, szóval... Amúgy nem ez a legjobb, amivel elkezdheted, mert amúgy vannak ilyen málnás, epres, és azok amúgy tényleg finomak szerintem. Júj, ilyen ecet szagú. Igen, az eredeti ízű is, az a spóra miatt. Ez a legvegánabb dolog ebből. Amúgy nem olyan rossz, és nem érzem a koriandert, az uborkát érzem nagyon. Akkor olyan frissítő? Hát, hogyha ez be lenne hűtve, akkor igen. Ja, nekem annyira ez az uborka íz nem jön be. Nem csak, hogy nagyon rosszra számítottam, és ahhoz képest ez nem egyetlen nem rossz. Képzeld el ezt? Málnás, igen. Igen, mert ez tényleg tökéletes lenne. Ez nem egy rossz dolog. Hát most erre 5 pontot adok, de hogyha mondjuk, de nem a kombucsával van a problémám, hanem hogy ez az uborka, ez nem olyan élvezhető. Ez igaz. Te hány pontot adsz erre? Mondjuk ilyen 4. Jó. Aztán az utóbbi 5-nél így 4-et adtam, mert most voltam. Igen, gondolkod. 4. És jöjjön akkor egy Poki Limited Edition. És kókusz és barna cukor ízesítésű. És nagyon vicces, mert az összes ilyen furcsa kaják a kínaiból videóban kóstolok pokit, és konkrétan annyira sok íz van, hogy
még simán jut 100 videóra is fog ki, mert nagyon, tényleg nagyon sok íz van. Nem szagolni kell, nem enni. Nem ízlik. Így? De miért? Mert kosoltam már pokikat, és ennél 1 milliárd millió szor jobbak vannak. Ennek nem ízlik, ez nekem 3 pont. Akkor jön helyette egy másik. Nem adtál pontot? Négy. Ez egy másik poki, és ez, hát nem tudom, hogy valóban egészségesebb, de egészségesebb akar lenni. Igen. Teljes kiölésű lisztből van, joghurtos, áfonyás, ez konkrétan egy teljes értékű reggeli. Ja. Ebből megesztek egy darabot, és jól indul a nap. De ez nagyon fincsi lesz. Szerintem is. Szerintem ez jó. Sokkal jobb, mint a... Jó, savanyú joghurt. Mondom, egy jó reggelt textre emlékeztet annak. Engem nem ilyen lenyűgözően finom, 7 pont. 6? Na, ez tulajdonképpen az a Golden Oreo. Az előbb is én voltam, és én beszéltem. Én igazából ezt csak azért szerettem venni, mert én még ilyet nem ettem, csak a csokis verzióját az Oreónak. Szerintem a legnagyobb átverés. Hogy? Ez a cucc. Miért? Tehát kb. Tök ugyanolyan, mint a csokis, csak egyen unalmasabb. Szerintem. Hát így is képzelem el. De ezt kitalálta ki, hogy megvan az a nagyon híres Oreo recept, és csináljuk meg ugyanazt, csak még uncsiban, mert a kakaóport kihagyjuk belőle. Úristen. Alapvetően nem vagy egy Oreo fan, mármint hogy nekem a csoki se olyan wow. A két háztartási kex között az a... Egy nagyon mini krém, igen. Nem, ez, erre még mérges is vagyok, úgyhogy ez 3 pont. Kettő. Egyel kevesebb. Sokkal szigorúbb vagy. Én akarok, mint tudod, zingszaktorba, és mindig van a szigorú zsűri. Mindenki el van ájulva, és így megszólal, hogy... Őszinte leszek. Ez mangós, gyömbéres, hát most nem tudom eldönteni, hogy ilyen cukorka, de szerintem ilyen... Szerintem ilyen kis csoki szeletek, nem? Vagy nem csoki, hanem ilyen kis szeletek. Igen, szerintem ilyen természetesen rágós. Tudod, ilyen szárító. Ez egy, nem egy rágó, szerintem. Te ezt hogy képzeled el? Hogy hogy néz ki? Hogy ilyen kis tasakokban van. De mekkorákban? Ez ilyen nagyon mini. Úristen, és a bendelében fele akarja, mint a csomagolás. Ilyen kis zselé darab. Egy gumizukor. Ez olyan nagyon fogbaragadós. Jaj. Ez az a gyógynövényes cukorka. De amúgy még rendesen csíp a gyömbér. Szóval nagyon gyömbéres. Szerintem nem rossz. Hát nem rossz, de most én ezt nem annyira szopogatnám. Nagyon durán fogba akadór. Ezt én úgy végig szopogatom. A dolog már a tizediket eszi. Nem bír leállni. Ja, de most így végig fogod enni. Mondtad, ja, persze. Jó, viszont amíg a Dori még eszik, addig jöjjön az utolsó... Most nyugodtan edd meg kincsen. Jöjjön az utolsó dolgunk, ami egy hubabuba, de nem az általános, hanem ez megalong, és ebbe... Szóval ez eper, áfonya és dinnye. Görög dinnye ízű megalong rágó. Nem ettem konkrétan kisgyerekkorom óta. Egy 30 éve. De egyébként ez nem is megalunk már, mert szerintem ez ugyanakkor, mint nevetséges. Nagyobb be mag... De hát ahogy jár, de egyre keményebb lesz? Nem. Mert miért ilyen puha? De ezt nem nyeled le, nem? De ez kicsit olyan, nem? Most olyan lenyelt, nem. Igen, yes. Erre nem tanítottak meg? Én nem tudom, hogy tudod, hogy a rágót nem szabad lenyelni. Ez olyan típusú rágó, ami kb. Elolvad a szádban. Nekem ez nem tetszik meg. Én a hubabubáról is azt szeretem, ami ilyen nagyon savanyú. És ez meg ilyen, csak ilyen cukorízű. De szerintem amúgy jó üze van, de hamar elmegy. Szerintem ezek ilyen 2 percig rákatolt típusú.
Tudsz nagy jövőm. Megegyem az egészet? Igen. Nem, az olyan pazarlás, de nem. Csinálunk ezt a kicsit nagyobbat? Jaj. Mi baj? Nem szabad bevenni többet. Jó, nem akartam. Ugye kicsi volt. Aki nagyobb volt? Aha, idáig jött. Kiadagott, mert... Ez nagyon volt. Ó, nagyon-nagyon fújtam. Na jó, hát ennyi is lett volna ez a videó. Nagyon szépen köszönöm, Dóri, hogy itt voltál velem. Egy kedvencet kell választani. Nekem szerintem a wasabi cucc. A legelső azta. Uh-huh. Nekem szerintem a mini Oreo, a golden. Uh-huh. Meg talán a... Ja igen, a két rizs chips. Az ízbombá. Nekem a legnagyobb kedvencem az ez volt. Erre adtunk 10 pontot. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és ez volt a 40 000-es hét utolsó videója. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a héten, és